Megállás nélkül süti a palacsintákat Ács Rezső és Hag Éva, a szekszárdi mérei idősek otthona lakóinak. Nincsen könnyű dolguk, hiszen mindenki előtt készítik az édességet, nagyrészt tapasztalt háziasszonyok tekintetétől követve. A palacsintasütés hagyományát a város egykori polgármestere Horváth István kezdte el annak idején. Megőriztük ezt a hagyományt, valóban nagy öröm eljönni az idősek otthonába, hiszen nagyon sok szeretettel fogadnak bennünket. És nagyon jó érzés körülnézni, hogy milyen örömmel fogadják tőlünk ezt a kis csekély ajándékot az idősek, és hát kritikus szemmel nézik a munkánkat közben, ahogy próbáljuk a palacsintát legjobb tudásunk szerint elkészíteni. Jó étvágyat kívánok! Kinom? Kakaós, lekváros, fahéjas, kedvükre választhattak a lakók, de a legjobban mégiscsak a figyelmesség ízesítette meg a palacsintákat, amivel a város vezetése évről évre fordul az idős emberek felé. Nagyon finom a palacsinta, nagyon ügyesek, akik sütik, úgyhogy nagyon örülünk neki mindenféleképpen, és jó is érezzük magunkat. Az intézmény lakói és nappali ellátottjai ajándékot is kaptak a várostól. Ha megnézik, akkor sokkal nagyobb csomagot sikerült összeállítani, mint azt a tavalyi évben tettük. Van benne tartós élelmiszer, van benne édesség. A Mérei utcai idősek otthona lakói mindig szívesen fogadják a palacsintasütős programot, ami már több mint 10 éve hagyomány a városban a karácsony előtti időszakban.